Forró autóban hagyta gyermekét, bezárt kocsiban felejtette, tragédia lett a vége. Ilyen és ehhez hasonló szalagcímek sorra jelenik meg évről évre a médiában. Minden nyáron előfordul olyan eset, hogy valaki a tűző napon álló autóban hagyja a gyermeket. Szakértők szerint egy bezárt autóban 20 perc alatt akár 43 fokos hőség alakulhat ki már akkor is, ha a kinti hőmérséklet csak 26-27 fok. Egy olyan napon pedig, amikor 30-35 fok van, akár 10 perc alatt 70 fokosra is forrósodhat az autó belseje. Ennek hatására a testhőmérséklet megemelkedik. Míg a felnőtteké 1 fokot, addig a gyermekeké akár 5-öt is emelkedhet, vagyis esetükben a kánikulának sokkal súlyosabbak a következményei. A szervezet úgy működik, hogy mi azt mondjuk orvosok, hogy homeosztázisban élünk, tehát a szervezet szabályozó rendszere egy optimális környezetet teremt azért, hogy jól működjünk. Ha az eltér, mondjuk ebben az esetben óriási nagyra nő a hőmérséklet, akkor jönnek a durva reakciók, és itt ebben az esetben, ha ott hagyja a gyereket a nagy melegbe, nem is a kiszáradás, mert ugye az izzadással nem veszít annyi folyadékot, hogy pár óra alatt kiszáradjon, hanem a hő hatás, tehát a hő ártalom. És nyáron ugye a hő ártalomra kell nagyon odafigyelni, meg a fény ártalomra kell odafigyelni. A gyerekeket mind a kettő nagyon veszélyezteti. A kocsiban megfulladó gyerekek többségét a statisztikák szerint nem szándékosan hagyják a forró kocsiban, hanem véletlenül. De az is gyakori, hogy játék közben zárják be magukat. Mégis joggal merül fel a kérdés, hogyan lehet egy gyermeket az autóban felejteni. Egy hipotézis szerint a stressz és gyakran a kialvatlanság hatására az agy lényegében robotpilóta üzemmódra kapcsol, és átmenetileg nem üzemel az a terület, ami felelős lenne a gyerekekkel kapcsolatos tennivalók végrehajtásáért. Hát nyilvánvalóan ez bűncselekmény is lehet az esetben a szülő részéről, hogyha a gyermeket a kocsiban hagyja. Azért mindenkinek felhívnánk a figyelmét, hogy akár csak percekre se hagyja magára bezárt autóba, ebbe a forróságban nagyon hamar felmelegszik az utastér, és komoly egészségi következményei lehetnek. Nem a büntetési tételtől kell félni, nem az rendőrségi eljárástól kell félni, hanem attól, hogy egészségkárosodás következik be, vagy esetleg halál. Ezért mindenkinek felhívnánk a figyelmét, hogy fokozott felelősséggel járjon el ilyen esetekben. Ha autóban hagyott gyermeket látunk, azonnal hívjuk a rendőrséget és a mentőket. Amennyiben ájult állapotban van, az életvédelme érdekében törjük be a kocsi ablakát, majd csavarjuk vizes ronyba és legyezzük az árnyékban. A tragédia elkerülése érdekében pedig érdemes pár egyszerű trükköt bevezetni. Azokat a tárgyakat, amire a kiszállást követően mindenképp szükség lesz, például pénztárca vagy laptop, tegyük a hátsó ülésre, ahol a gyermek is ül.